1882-ben, 137 évvel ezelőtt indult útjára a Zsuzsi kisvasút, amely első időszakában alapvetően gazdasági célokat szolgált, majd aztán az első világháború után, de különösen a második világháború után vált már inkább személyszállítás, illetve turisztikai célokra igazán alkalmassá. 1995 egy nagyon kritikus időszak volt, akkor a város közgyűlése gyakorlatilag a Zsuzsi kisvasút megszüntetése mellett foglalt állást, de lelkes debreceniek akkor összefogva ezt az ügyet fölkarolták, és gyakorlatilag elnavigálták odáig, hogy néhány évvel ezelőtt a DKV gyakorlatilag magához vette a Zsuzsi kisvasutat, és aztán ezt követően pedig el tudtunk kezdeni érdemi fejlesztéseket végrehajtani. 2012-ben zajlott egy nagyobb léptékű 400 milliós felújítás, akkor a Zsuzsi kisvasút 17 kilométeres szakaszából egy 10 kilométeres szakasz újult meg, illetve egy nyitott és egy zárt vasúti kocsi. Most pedig egy 772 millió forintos kormányzati támogatással megvalósuló fejlesztésnek vagyunk a kezdetén. A fennmaradó 7 kilométeres szakasz felújítása történik meg most ennek a beruházásnak, ennek a fejlesztésnek köszönhetően. 49 kilométer hosszú volt valamikor a Zsuzsi vonala, és ugye tudjuk azt, hogy a legrégebbi vasútként nagyon sok embernek az életét tette jobbá és szebbé. Azért is, mert nem csak faanyag szállításra használták, mint amire első alkalommal készült, hanem ez volt a közlekedési lehetőség egyik legfontosabb eleme abban a térségben, ahová a vonal tartott. Hogy 7 év után lesz-e 49 kilométernyi hossza a Zsuzsi vonalának, azt nem tudjuk még, de talán 2x7 év múlva elképzelhető, hiszen most, amit látunk, a magyar kormány komolyan veszi, hogy a kisvasutak felújítása az egy rendkívül fontos dolog, nem csak turisztikai szempontból, hanem azért is, mert új elemet ad az ott élő embereknek az életébe, és be tud segíteni akár a személyforgalom bonyolításába is. A kormány 2017-ben egy 2016-os előkészítéssel a háta mögött döntött arról, hogy megújítja a vasútjaink nagy százalékát. Azt is tudni kell, hogy az első ütemben tervezési munkákat terveztek, és azokat fogadtak el. Ezek között volt a debreceni nagyállomásba történő bekötés és a vonalnak, amelyet át kell gondolni, és ugye a debreceni városi vezetés is átgondolt, ezért talán a fényes udvari bekötése lesz az értelmesebb és a könnyebben kivitelezhető. A Zsuzsi Erdei Vasút közhasznú non-profit Kft.-nek a tulajdon jogát a DKV Zrt. Gyakorolja 2007 óta, és azóta tudunk igazából egy normál üzemet, egy szabályozott üzemet biztosítani a kisvasútnak, és köszönet Debrecen városának, hogy ténylegesen ezt a nem kis összeget, ami az üzemeltetéshez szükséges, minden évben biztosítja a vasútüzem fenntartásához. Egy kicsit át kell gondoljuk magát az üzemelést, az üzemeltetést. Szeretnénk, ha ez az utasszám hosszú távon legalább megduplázódna, és jobban be tudnánk kapcsolni a kisvasutat a Debrecen turisztikai vérkeringésébe. Nemrégiben Hortobágyon tartottuk a Kárpát-medencei kisvasutak éves konferenciáját. Az ország szinte minden kisvasutja képviseltette magát. Még külföldről is érkeztek vendégek. Figyeltem a jelenlévők reakcióját, a Zsuzsi beszámolóját nagy érdeklődéssel és különleges figyelemmel hallgatták. Mi az üzenete ennek? Bárki, kérdezheti ezt bárki. Az üzenet az, hogy országos szinten, sőt, Kárpát-medencében is odafigyelnek ránk. Örülünk egymás eredményeinek, sikereinek. A mai nap ékes bizonyítéka, hogy Debrecen város fejlődésével együtt töretlenül emelkedik a Zsuzsi műszaki színvonala is. Ezt pedig a lakosság nagyra értékeli, amelyet a Facebookos bejegyzések ékesen bizonyítanak. Egyszerű, de tömör szlogenünk kifejezi törekvésünket, amely így hangzik: arra utazunk, hogy legyen több megelégedett utasunk.